az idei év hanukájának napjait éljük most, és a 4647 fesztivál előhívója is többek között ez az ünnep, aki pedig beszélni fog Lóra, a Paprihát kultúrantropológus, az ELTE kulturális antropológia szakcsoportjának adjunktusa, aki nem először jár nálunk, egyszer már tartott előadás, be van. Tartott előadást a zsidó humorról, ezt megtaláljátok a YouTube csatornánkon, és az ezzel kapcsolatos könyvét, Miért kell Kombácsinak négy hűtőszekrény címmel mindenkinek jó szívvel ajánljuk. Most pedig Hanukái a főszerep és Paffir Hárté, fogadjátok sok szeretettel. Köszönöm. Még ne. Um, remélem, még bírjátok, próbálok rövid és pontos lenni. Um, nem csak Hanukáról fog beszélni hanem a karácsonyról is. Ugye ez egy ilyen kettős, dupla időszakban vagyunk. Egyrészt a Hanuka időszakában, másrészt pedig az Advent időszakában, ami karácsony felé mutat. Nagyon izgalmas, azt gondolom, ezt a két ünnepet persze fél órában nem lehet, de legalább egy-két gondolat erejéig egy picit összehasonlítani. Azt látni, hogy a mindennapi kulturális gyakorlat között, aha, a mindennapi kulturális gyakorlatok és a vásárlási lázak és a különböző ünnepések mögött milyen vallási jelentéstartalmak állnak, állhatnak. A... a megemlítésre került, hogy én a zsidó humorról tartottam itt egy előadást, úgyhogy ezt szeretném folytatni, egy viccel szeretném folytatni és tovább vezetni ezt a témakört a Hanukáról és a Karácsonyról. Egyszer a pápa elhatározta, hogy kitiltja a zsidókat a Vatikánból. A zsidók felháborodtak, ezért a pápa beleegyezett, hogyha egy zsidó le tudja győzni, teológiai vitában maradhatnak. A zsidók egy bölcsességéről ismert rabbit választanak, hogy kiálljon a pápával a párbajra. A rabbi azt mondja, hogy tegyék érdekesebbé a vitát, és egyiküknek se legyen szabad beszélni. A pápa beleegyezett. A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben. A hívek köréjük gyűltek. A pápa felemelte három ujját, a rabbi felmutatta egy ujját. A pápa egy kört rajzolt a levegőbe, a rabbi a földre mutatott. A pápa elővette egy ostját és egy pohár bort, a rabbi elővette egy almát. A pápa ekkor felállt. Feladom, mondta, de túl bölcs vagy rabbi maradhattok. Később megkérdezik a pápát a bíborosok, mit beszélt a rabbival? Először felmutattam három ujjamat, hogy a Szent Háromságra emlékeztessem. Ő felmutatta egy ujját jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban. Ezután rajzoltam egy kört a levegőbe, mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk. Erre a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt is van velünk. Ekkor elővettem egy ostját és egy pohár bort, megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól. Ő elővette egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen mindenre volt válasza. Mit tehettem volna? Közben a zsidók is körbeveszik a rabbit. Mi történt, rabbi? Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost. Mutattam, hogy egy zsidó sem fog elmenni. Ezután körbe mutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól. A földre mutattam, hogy mind itt maradunk. És utána a rabbi válat volt: nem tudom, elővette az ebédjét, mire én is. Ebben a viccben az a zseniális, azt gondolom, hogy bemutat két egyébként teljesen eltérő élethelyzetet. Van egy teológiai vitánk, és van két teljesen eltérő élethelyzetünk. Az egyik ugye a teológiai, a szent háromságtan, a keresztén katolikus teológia talán kicsit elvontabbnak tűnő igazságaival érvel, a másik pedig az élethelyzetekből fakadó kényszerből táplálkozik. Ami erre rámutat, hogy a hanukát és a karácsonyt is a fény ünnepeinek szokták nevezni. Nagyon sok hasonlóság van a két ünnep között, és nagyon fontos ezeket a hasonlóságokat látni, de azt is látunk, hogy mi a különbség a kettő ünnep között, hogy megértsük a kettő viszonyát egymással. A hanuka. A Hanuka és a karácsony is tulajdonképpen, ahogy itt éljük, itt most aztán pláne ezerrel, amennyire hideg van, éljük a telet. Mind a két ünnep a téli napfordulóhoz kapcsolódik. Itt találkozunk rögtön egy olyan kozmikus ökológiai transformációval, amelyre mind a két vallás reflektál. Magyarul, Rohadt sötét van, de van remény arra, hogy ezután világosabbak lesznek majd a napok. Most jön egy nagy adag hideg, de talán majd még jön egy meleg is. De most még hideg van. Folyt Vilmos itt volt szó folklórról. Azt írja a vallási élmény történetében, erről az időszakról, hogy a külső hideghez és sötétséghez, a téli napfordulóhoz képest ez az otthon fényét és melegét jelképezi. A mécsesekről beszél, ami mind ugye adventkor, mind a karácsonykor, mind hanukakor meghatározó. Tehát a külső hideghez és sötétséghez képest ez az otthon fényét és melegét jelképezi, ezzel is utal a reményre és a születésre. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert egyszerre emeli ki azt, hogy sötét van, hogy hideg van, az otthont hozza be még fontos kategóriaként a meleget, de itt nem áll meg, hanem a reményre és a születésre is utal. Ezek talán elvontabb fogalmak, de mindez a fogalom csokor, amit itt a folyt megemlít, ez benne van mind a két ünnepben. Én azt gondolom, hogyha a fény ünnepének nevezik sok helyen a hanukát is, és a karácsonyt is. Sokkal csúnyább, de azt gondolom, hogy etnográfiailag, vallás, antropológiailag mélyebben megérthető mind a két ünnep, hogyha a transformációk ünnepeként fogalmazzuk meg mind a kettőt. Milyen transformációkról van szó? Először is ott van az előbb említett ökológiai transformáció. Tehát egy téli napfordulóban vagyunk. A hidegben, a sötétben a fény, a világosság felé vezető transformáció ünnepét jelképezhetik a mécsesek a fény. Ugyanakkor itt egy másik ö, kozmikus transformáció is találkozunk, ez az időnek a transformációja, hogy a hétköznapokból ünnepi szent idővé válik mind a Hanuka nyolc napja, mind az advent és a hozzá kapcsolódó az betetőző karácsony. Ugyanakkor pedig még, egy, még két legalább két alapvető transformációval találkozunk itt, a szeretet transformációjával és a szabadítás transformációjával. A sötétségből a világosságba vezető ünnep nem csak pusztán egy kozmikus dologról szól, hogy a hidegből a sötétből fény lesz és meleg, hanem arról, hogy a sötétség, a lelki sötétségből transformálódunk egy lelki világosság felé. Mindemellett pedig ott van mind a két vallásban az isteni örökké való gondviselő állandóság. Ez is egy nagyon fontos dolog. Mind a két ünnep, mind a két ünnep csak belülről érthető meg. Egyfajta etnikus vagy kulturális vallási szempontból érthető meg. A belső kategóriák világából érthető meg. A hanuka egy zsidó ünnep. A zsidó vallási tartalmaiból bontható ki, és érthető meg, hogy mit jelent hanuka. A karácsony, egy keresztény ünnep keresztény aspektusból érthető meg. De látnunk kell. Hogy emellett, illetve ezzel együtt mind a két ünnep egyetemes érvényű ünnep, mind a két ünnep igénye egyfajta egyetemesség. Látni fogjuk, hogy mit jelent mindez, mind a partikularitás, mind a saját maga rendszerében való megértés fontossága, viszont ugyanakkor miért fontos mind a két ünnep szempontjából az egyetemesség igénye. Mert ha ezt nem értjük meg, akkor azt fogjuk gondolni, hogy hát ez egy zsidó ünnep, meg egy keresztény ünnep, de pont a lényeget felejtjük el, hogy amellett, hogy igen, ez egy zsidó és egy keresztény ünnep, mind a kettő valami egyetemes dolgot akar elmondani, mind a két vallásban ezek az ünnepek egyetemes igényű ünnepek. A Hanuka, a Jeruzsálemi Szentéhez kapcsolódó ünnep. Egy, ahogy beszéltünk róla, a zsidóság jelentés tartalmában érthető meg a Hanuka ünnepe. A Hanuka és minden egyes zsidó ünnep tulajdonképpen egy Tóráról szóló történet. A Tóra története, amelyet a ritusok során, egy ünnep során meg lehet élni. Ez azért lehet furcsa, hangozhat furcsán, biztos sokan tudjátok, hogy ez jóval a Tóra lezárása után, sőt, a Biblia lezárása utáni úgynevezett posztbiblikus ünnep, posztbiblikus történés, ugye az időszámításunk előtt második században járunk, itt már le van zárva a Szentírás, itt már a történetek később zajlanak. De... Mint minden egyes ünnep, így ez az ünnep is a tóráról szól hogyan. A tórában megtalálható ünnepek, és a tóra utáni ünnepek, és az azt követő, a Biblia lezárás utáni történetek is mind arról szólnak, hogy a tórát valamilyen módon meg kell menteni. A tóra nem csak Mózes öt könyvét jelenti. A Tóra a Tan, a Tan, amit Isten bízott a zsidó népre mindent Ádámtól és Édá, Évától, Lilittől kéne kezdeni, de most nem kezdjük, mert nincs rá időnk. A lényeg minden esetre az, hogy ez a tan, amit Isten adott az emberiségnek, az magába foglalja a Mózes könyvét, egy csomó parancsolatot, egy csomó irányelvet, egy csomó mindent, amit a zsidóság menedzsel. A Tóra egy olyan, olyan tan, ami elmondja, megmutatja, hogy hogyan kaphat az emberiség esélyt arra, hogy a halála után feltámadjon. Ugye Ádám és Éva mégse kerüljük el, annak idején nemet mondott egy isteni parancsra, innentől kezdve bár Isten beígérte, hogy ezek után akkor meg fog halni az ember, nem halt meg, de mégiscsak meg fog halni minden ember, ez van, de feltámadhat, majd az utolsó ítéletkor, ha Istennel összhangban él a saját életében. Hogyan éljen Isten előszangban a saját életében, erre van a tan. Miért a zsidóság van erre kiválasztva? Ez benne van a Tórában nem azért, mert valami hatalmas képességekkel rendelkező nép lenne. Arról van szó, hogy amikor nem működött semmi a világ történelmében Noé után sem, Noé előtt sem. Isten úgy tervezte, hogy egy, hogy kicsiben fogja megmutatni, hogyan kell az ő tanasz szerint élni. Kiválasztott magának egy embert, Ábrahámot és a családját, és azt mondta, hogy az én tanomat úgy kell megélnetek, hogy hogyan viselkedsz a szomszéddal, hogyan viselkedsz a férjeddel, meg a feleségeddel, meg a gyerekeiddel, meg a barátaiddal, meg az ellenségeiddel. Ebben a kicsiben, az apró élet mozzanataiban fog kivilágosodni, hogy hogyan kell neked élned. És ebből a családból, ebből a családi történetből születik egy néptörténete, Ábrám utódaiból, a zsidóságból. A zsidóság aztán, amikor kivonul Egyiptomból, a Sinai hegynél kap, megkapja deklaráltan a Tórát, el is fogadja ezt, innentől kezdve a zsidóság feladata lesz, hogy megőrizze a tant, az szerint éljen, a tanban előírt parancsolatok szerint éljen. És azzal, hogy ebből él, példát mutat más nem zsidóknak is, hogy egy az Isten, aki az eget és a földet teremtette, és azt mondta, hogy éj, ez van egy hét noha hit a törvényről, múltkor is beszéltem, ez nagyjából a tíz parancsolatnak a szellemisége. Ha azt minden nem zsidó ember megtartja, úgy, hogy elfogadja Istent, hogy ő az ég és a föld teremtője, akkor ők is a mennyországba, illetve a feltámadáskor az örök életben fognak részesülni. Nekik nem kell mind a 613 parancsolatot megtartani, amit a zsidóságnak viszont meg kell tartani ahhoz, hogy példaként szolgálhasson a többi embernek. Hogy jön ez a hanukához? Úgy, hogy a zsidó történelem vallási szempontból, tórai szempontból, tulajdonképpen a tóra megőrzésének a története. Arról szól, hogy a zsidó nép, amikor elfogadja a tórát, elfogadja a tórát, azt szerint él, akkor a zsidó történelem egy fénykorszakot él át. De a legtöbb esetben, tulajdonképpen minden esetben az emberek elfelejtik ezt. Eltérnek a tórától, és utána jön a córesz, ezerrel. És jön a córesz, és végveszélybe kerül a tóra, és a tórai szellemiség, de akkor valahogy Isten belenyúl a történelembe, segíti azokat, akik kitartanak mellette, és újra elindulhat a tóra története és a felemelkedés. A szentély idejében, a második szentély idejében, a második században, amikor a Hanuka történelmi eseményei játszónak, a Makabeus felkelés, akkor éppen egy szír, nagy Sándor utáni szír uralkodó család uralja Palesztinát, Izraelt. Egy harmadik Antiokhoz Epifánész nevű arc való, val, nagyon, vallási toleranciát hirdet, hogy Nagy Sándor is hirdette, a zsidóság élhet a saját vallása szerint, de nagyon sokan elfordulnak a zsidó vallástól, úgynevezett utókor őket ilyen hellenista zsidóknak hívja, akik hát nem a Tóra szerint élnek. Ezt is ugyanúgy hagyják, mint azokat, akik a Tóra szerint élnek. A ez akkor kezdődik el, és akkor lesz egy uralkodó politikai párt a zsidóságon belül is azok, azokból, azokból összeállva, akik nem a túra szerint élnek, amikor a negyedik Antiokos Epifánész lesz a király. Az Epifánész szó teszi a saját neve mellé, ami azt jelenti, hogy a földre szállt Isten. Ő önmaga istenségét teszi a politikai propagandájának a középpontjába. Tehát az ő brendje, az ő marketingje az, hogy ő Isten. Így aztán neki nem nagyon jön be az, hogy a zsidók a Jeruzsálemi szentében egy Istent imádnak, aki nem ő. Ugye a Szentély egy olyan hely, ahol a közvetlen kommunikáció teremtődik meg Isten és ember között. Ha az embernek problémája van valami védket követettel, tudva vagy tudatlanul, vagy éppen hálás Istennek, elmegy a Szentélybe, és ott különböző áldozatokon keresztül, áldozatok hozatalával kommunikálja le Istennel a mindennapi, vagy éppen az zarándoklat ünnepek alapján a közösségéhez való tartozásból fakadó. Valóban, akár félelmeit, akár örömeit. Van egy biztos pont, ahol Isten jelenléte ott van. Isten volt, aki tervezte a Szentét, maga Isten ugye nincs ott, de Istennek a jelenléte a sehína ott van. Ott van. Igaz, hogy csak a főpap mehet be a szentek szentjébe, ahol sűrítetten ott van a Sehina. Igaz, hogy a papok és a léviták szolgálhatnak csak a Szentében, de mindenki tudja, hogy Isten ott van. Na most, negyedik Antiochus Epiphanes, támogatva a hellenista zsidó párta, kitalálja, hogy ezt az egész ügyet, ezt az egész zsidó vallást úgy, ahogy van, és itt a Tóra a tét, és így, így mondom, hogy az egyetemes üzenet, mert ha a Tóra elveszik, ha a Tóra megsemmisül, akkor az üzenet, ami a Tórában megfogalmazódik, és az a küldetés, ami a zsidóság küldetés, és ami minden népért van, minden emberért, meg fog szűnni. És ez ellen történik a támadás, bemegy az Antiokhoz Epifánész, beteszi Zeusnak a szobrát a Jeruzsámi szentében, ugye nem lehet embert ábrázolni, az előtt sarnokba pedig beteszi Zeusnak a szobrát, meg a saját maga szobrát, és disznót áldoz naponta kétszer a szentében. Ugye pont disznót, nem véletlen, hogy ennyire betalált, voltak, akik segítettek neki, akik értettek a judaizmushoz. Plusz, megtiltja a Tóra olvasását, többek között, a szombatok tartását, a körülmetélést, minden olyan alapvető dolgot, ami a zsidó vallás gyakorlatban elengedhetetlen. És akkor történik meg, akkor kezdődik el a makabeus felkelés, amikor uh, körbe mennek, és próbálják rábírni a zsidókat ennek a propagandának az elfogadására, körbeviszik a szobrát ennek az embernek, és mindenkinek le kéne borulni, és imádnia kéne őt. De akkor Modin városában a Hasmoneus dinasztiának a, egy főpap, egy papi személy, egy pap, pap Matityahu belázad, ő föllázad, fölborítja ezt az oltárt, amit tovább mert ezt az egész, amit, amit körbevittek, fellázad az epifánészék ellen, ő és a fiai, a makabeus felkelést elindítják, és ez tart néhány évig, és aztán győznek. Győznek, és elfoglalják Jeruzsálemet. Elfoglalják Jeruzsálemet, bemennek a templomba, ami teljesen el van tréflizve, el van rontva, meg van szentségtelenítve. Az oltárt, amin disznót áldoztak, a köveit elteszik, és elindí, elkezdik megtisztítani a templomot. Az örök mécses, az öröki világító mécses, ami elvileg benne volt a templomban, és mindig Isten fényét, ugye a fénynél vagyunk, Isten mindig a fénynek, a világosságnak a szimbóluma, mind a kereszténységben, mind a zsidóságban, és még néhány vallásban. Tehát ezt a fényt jelképezte a mécses, ez is ugye nem, nem funkcionált. De találtak egyetlen egy tiszta, minden el volt réflizve, egyetlen egy kóser, rituálisan tiszta dolgot találtak, ö, olajat a mécseshez ami általában egy napig égett csak. De ez a gyertya, vagy ez az olaj, mert ez nem gyertya volt, eredetileg ez egy olajmécses, ez az olaj nyolc napon át égett. A nyolc nap alatt sikerült megtisztítani, felszentelni más olajat is, és az egész szentét újra lehetett tisztítani, újra, újra, meg lehetett, újra lehetett. És azért tart nyolc napig a hanuka, mert erre a nyolc napig égő mécsesnek a csodájára Emlékezik a zsidóság ezen az ünnepen. És itt, itt különböző dolgok vannak, amikről most nem fog beszélni. Szokások rakódnak rá, különböző ugye, áldások, és különböző sorrendben kell meggyújtani a hanukagyért. Tehát egy dolog, két dolgot emelnék csak ki. Az egyik az, mert ezt minden nap és a Hanuka napján lehet látni, és sajnos a hírekből, meg a tapasztalatból lehet tudni, hogy ez nem mindig vidám, mert a Hanukiákat, ugye a Hanukai gyertyát tartó, az a kilenc szágú, tehát nyolc gyertya kell, és egy, amivel meggyújtod a gyertyákat, ez egy kilenc szágú gyertyát tart, ugye köztérek, köztereken évek óta lehet találkozni a Hanuka megünneplésével, a Hanukiáknak a meggyújtásával, néha ezeket lerombolják, vagy... vagy Hát megtámadják, ebből lehet tudni. Miért? Ebből vita is kerekedhet, félre is értették sokan, hogy miért van az, hogy nyilvános helyen ünneplik a zsidók a Hanukkát. Miért ne mondhatnánk egy normális országban, Más, másfelől pedig mi? De miért? Mi ennek a kulturális vallási háttere? Miért nem más zsidó ünnep lesz ennyire nyilvános? Azért, mert ha valaki otthon ünnepli a hanukát, akkor is az egy vallási előírás, hogy a bejárati ajtó közelébe, vagy ha valaki emeleten lakik, az ablakba kell kitenni, vagy az ablak közelébe kell kitenni. Mert hirdetni kell a hanuka fényét, másoknak is látniuk kell, nem csak a zsidóknak, akik áldást mondanak rá, mindenkinek, mert a hanuka ünnepe egyetemes tétel rendelkezik. Mert az a győzelem, amit itt a Makobeus felkeréskor megtörtént, az az egész emberiségért történt. Ez, és az egész emberiség öröme, hogy megőrzödött a Tóra, és tovább mehet a zsidó történelem. Tovább mehet, mert egyetemes tétje van. Ez nem csak a zsidók ünnepe, ez nem csak a zsidók öröme, ez mindenkié, mert mindenkiért történt. Így aztán vallási előírás, hogy nyilvánosan kell megünne, nyilvános hatása kell lenni, másoknak is látniuk kell a hanuka, másoknak is részesülnie kell a hanuka öröméből. Ez a vallási háttere annak, hogy az ember látható például a nyugati téren nyilvános énekekkel, zenével, tánccal körbevet hanuka ünnepléseket. A másik aspektus pedig a Moász az az ének, ami egy elrendelt, szintén a valláshoz kapcsolódó ének, amit az emberek a hanuka gyertya fényénél Elénekelnek családban, közösségben, stb. Nem fogom elolvasni, nincs is rá időnk, de nagyon érdemes ezt megnézni, elolvasni például a szövegét, amiben arról lehet olvasni, hogy hogy, a, hogy, a, hogy nem csak a Makabeus felkelésről és a Hanuka ünnepéről szól, hanem ugyanebbe a narratívába bele van szőve az Egyiptomból való kivonulás, a babiloni számüzetés és az onnan való megmenekülés, a Purim története, Eszter története és a Hanuka története. Tehát, hogy ez is arra utal, hogy ez nem egy egyedi eset a zsidó történelemben, amire a Hanuka emlékezik, hanem ez egy visszatérő körkörös esemény sor. Mindig, majdnem elveszett a zsidóság, de aztán Isten mindig megszabadította a zsidóságot. És itt van a szeretet és a szabadulás, szabadításnak a transformációja, mert a gyűlöletből szeretet transformálódik, elsősorban Isten gondviselésének köszönhetően, és a szolgasságból, Egyiptom, babiloni fogság, a perzsa birodalom antiszemitizmusa, ebből szabadság, szabadulás származik. Nincs sok időnk, de ha innentől egy pár aspektust megnézzünk a kereszténységben, azt látjuk, olyan párhuzamokat is láthatunk, ami nagyon izgalmassá válik. Vajon ünnepelte Jézus a Hanukát? Ez egy kérdés. Ugye ünnepelhette második század Hanuka, ugye a, a Makabeus felkelés győzelme után elrendelik hogy meg kell ünnepelni a minden egyes évfordulóját a felavatástak. A Hanuka szó, a Hanuka szó az egyfelől a hanu, hanu, igéből van, tehát a megnyugodtak igéből, de az avatást is jelenti, ez a szentének a felavatására utal. És az a szentély avatásának a téli ünnepén lehet olvasni János Evangélium a tizedik fejezet, megjelenik Jézus. Miért jelenik meg Jézus, és hogyan? A Jézus történet, az evangéli történetek abszolút, én azt gondolom én, nem érthetők és nem értelmezhetők a Tóra és a Héber Biblia a Tanakh ismerete nélkül. És a Hanuka, tehát a további zsidó történelmi ismerete nélkül. Meséltem arról, hogy eltették az oltárt, amin disznót áldoztak, az oltárnak a köveit. Ehhez a Makabeus könyvében lehet olvasni, egy olyan narratíva párosult, hogyha majd eljön egy proféta, az elmondja, hogy mi legyen ezzel az oltárral, és egyáltalán mi történjék. Vártak egy profétát a szentében, a Hanuka után, a Hanuka ünnepeken, hogy majd eljön és elmondja, hogy mi történjék. Mi történjék például az oltárral? Nem véletlen az, hogy amikor Jézus megjelenik Jeruzsálemben, az evangéliumok azt hangsúlyozzák, hogy többen megkérdezték tőle, hogy te vagy-e a proféta, akit várunk. És nem véletlen az sem, hogy ő akkor azt mondta, hogy az atya és én egy vagyunk. Tehát ő tulajdonképpen erre a zsidó hagyományra reflektál, vagy az evangélium írója ezt emeli ki, erre reflektál, erre a zsidó történelmi hagyományra. Tehát Jézus ünnepelte a hagyományt, ünnepelte a hanukát, de áttransformálta a saját üzenetébe. Amelyben szintén transformációkat láthatunk. A karácsony szintén a fény ünnepe, Jézusnak az egyik elnevezése a világ világossága. Tehát itt is már a világosságra uh, asszociálunk. aki a sötétségből világosságot teremt. Amikor megszületik Betlehemben, akkor az evangéliumok leírása szerint tulajdonképpen a fény jött el a világba. Bevilágítani a világot, megvilágítani a sötétségből, a bűn sötétségéből, ami káosz, ami nem vezet sehova, megteremti a fényt, a lehetőségét annak, hogy örök élete legyen az embereknek. Mert, hogy a keresztény karácsonynak a lényege az, minden karácsony keresztény, szóval a karácsony lényege az, hogy hogy azt mutassa meg, hogy a világra született egy ember, aki túl egy transformáció, Isten emberé lett. Az első transformáció. Tehát Istenként emberé válik, emberé transformálódik azért, hogy a világosság lehetőségét adja az embereknek. A négy adventi gyertya is erre mutat Istennek az, az emberek közé való eljövetelére. A fenyőfán, a karácsonyfán ami egyébként egy modern, német, protestáns eredetű, néhány évszázados hagyomány, a gyertyái is erre a fényre utalnak. Ezt jelképezik. Ahogy egyébként a fenyőfa pedig az örök élet fáját is jelképezi, illetve Jézusnak a keresztfáját. Tehát, hogy az Isten igéje, maga Isten válik emberi, ez egy transformáció. Ugyanakkor egy olyan transformációra hívja az embereket ez a karácsonyi dolog, hogy mindenki nézzen magába, olvassátok el akár még a dickens a karácsonyi nekét is, tehát ami, ami látszólag nem erre utal, de bármilyen keresztény narratívát, a legtöbb arról fog szólni, hogy a karácsony egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember erkölcsileg saját magába nézve transformálódjon. Mert ez is egy egyetemes üzenet. Tehát Isten eljön a világba, a bűnös világba, és ha te transformálod a saját érzéseidet és gondolataidat, ráállítod Isten pályájára, elfogadva azt, hogy Krisztus meghalt az emberekért, és így aztán magára vette az emberiség bűneit, minden egyes ember bűnét, és aki ezt elfogadja, az feltámadhat, és örök élete lehet. Tehát ez is egy egyetemes üzenet. Ez egy olyan erkölcsi belső transformációra hív, amit a karácsony elősegít, elősegíthet. A szeretet transformációja ebből fakadóan kevésbé kell erről beszélni. Nyilvánvalóan ugyanaz, mint a zsidóságban, ez Isten szeretetéből és gondviseléséből történik, és mindez az erkölcsi transformáció a gyűlöletből a szeretet felé vezet. Ami még itt nagyon fontos, a szabadulás transformációja. Tehát a keresztény narratívában a bűn egy rabság. És abból Isten az, aki megszabadít téged. A Jesua, Jehósua, Jézusnak a Héber neve azt jelenti, hogy Isten, aki megszabadít. Tehát itt meg, megint a szabadítás transformációjával találkozunk. Azok a jelképek, amelyek a karácsonyfához kapcsolódnak, ezek tudatosan meghatározott jelképek. Az ajándékok ezt az ajándékot, Istennek az ajándékát, ami, aki Jézus jelképezik. Az édesség a bűnbocsánatnak az édességét mutatja. A fáról már beszéltem, és a fényekről beszéltem, ezt nem ragozom tovább. Mind a két oldalról, mint zsidó és mind keresztény oldalról, vallási oldalról megfogalmazódik az, a kritika Hanuka és karácsony időszaka kapcsán, hogy igazából ez egy ilyen konzum ünnepé vált. Itt az első leges a fogyasztói kultúra, pedig nem ezzel kéne felakozni. Vannak olyan zsidó narratívák, ortodox narratívák főképp, amelyek arról szólnak, hogy mennyire vicces, hogy éppen egy akkori fogyasztói társadalom a, a hellenizmus ellen lépett föl a, 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 makabeus felkelés, és ugyanolyanná vált utána a modernitásban. A kereszténységben meg tudjuk, hát bármelyik keresztény napilapot, a a karácsony idején, vagy heti lapot, vagy havilapot, vagy honlapot, ott azért a fogyasztói kultúra ostorozása elő fog jönni. Ebből számunkra mi fakad? Az fakad ebből egyfajta tanulságként, hogy persze, mindenki másképp kommunikál. A hanukával. Mindenkinek más jelent a hanuka. Lehet itt mind a két esetben, a karácsony és a hanuka esetében is azt látni, hogy többek között például etnicizálódnak, nemzetivé válnak ezek az ünnepek. A két világháború között például nagyon sok olyan képeslapot gyártottak, és biztos vagyok benne, hogy most is gyártanak, amit tudom különböző helyeken biztos, hogy lehetne ilyen találni, hogy a magyar karácsony. És akkor a karácsonyfat, komolyan a karácsonyfa tetején ott van a Nagy Magyarország, vagy, 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 a, vagy a karácsonyfának a fényei egy Nagy Magyarországot jelképeznek. Tehát, hogy ezek etnicizálódhatnak, de ez, ez egy, ez egy hibás hozzáállás, ha valaki etnicizálni akarja ezeket a vallásokat, ezeket az ünnepeket, mert mind a két ünnepnek a lényege az egyetemesség. És persze, mindenki másképp kommunikál vele. Valaki etnicizálja, van, akinek egy családi hagyomány, van, akinek egy jó buli, van, aki erre vár, mert megkapja azokat az ajándékokat, vagy borítékokat, amire egész, év, egész évben várt. Ez így rendben van. Azért, de ahhoz, hogy mindezeket a kommunikációkat is megértsük, fontos látni azokat a vallási jelentéstartalmakat, amelyeket ezek az ünnepek szimbolizálnak, amelyeket ezek az ünnepek magukba foglalnak. Tehát egy etnográfiai, egy vallásantropológiai tudás ezekről az ünnepekről igencsak fontos lehet ahhoz is, hogy ezeket a hozzáállásokat megértsük. És hogyha értjük egymást, megértjük a belső jelentéstartalmakat, akkor a különbségek mellett, amit a viccből is láttuk, az egy, a, a hasonlóságokat, az egyezéseket, a közös jelentéstartalmakat is mélyebben és értelmezőben, értőbben fogjuk megismerni. És nagyon jó lenne, és ezt kívánom mindenkinek, Hanukára és Karácsonyra, hogy együtt, tényleg együtt tudjunk örülni egymás ünnepeinek. Köszönöm szépen.